Ez volt az a vascső, ami... A gyanú szerint ezzel a vascsővel esett neki a sárpentellei fiatalember a nagybátyjának. Itt lehet látni, hogy vérnyomok vannak ezen a vascsőn. A mostani áldozat évtizedekkel ezelőtt megölte a gyanúsított édesapját. A férfi nagy valószínűség szerint ezt akarta megtorolni akkor, amikor rátámadta rokonára. A férfi felhozta azt, hogy nagyon sajnálja, hogy 20 évvel ezelőtt megölte a fiúnak az édesapját. Az emlékek, amikor előjöttek, akkor tulajdonképpen ennek kapcsán esett neki a fiatalember a nagybácsinak, és aztán egy vascsővel többször fejbe vágta. Mindkét férfi ezen a sárpentellei tanyán dolgozott. Itt történt az egész. A gazdaság tulajdonosának fia azt mondja, régóta ismeri őket, és úgy tudja, a két férfi eddig jól megvolt egymással. Én nem tudom, hogy mi történt. Én este úgy mentünk el tőle, hogy tök normális volt meg minden. Aztán semmi. Nem vettem észre rajta semmit aztán. A gyanúsítottat elfogta a rendőrség, a bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte őt. Emberölés büntette, annak nyilván a kísérlete. A lényeg az, hogy az elkövetés eszköze egy 80 cm-es vascsőről van szó, és a fejét, illetve a felső testét bántalmazta több ízben. A fiatalembernek, aki apja gyilkosán akart bosszút állni, emberölés miatt kell felelnie a bíróságon. A gyanúsított nagybátyja a támadás miatt súlyos sérüléseket szenvedett.